akik úgy érzik, hogy az életük, akiknek van bizalmuk abban, az életnek lehet értelme. Tehát érdemes, ez egy, hogy mondjam, kár kihagyni azt, ami ennyire óriási, hogy mondjam, jutalmat ígér. Életminőségünk és jólétünk alapja az élet értelmébe vetett bizalom. Azoknál, akik átlag felett bíznak az élet értelmében, a nehéz helyzetekkel való megbirkózás képessége 6,5-szer magasabb, mint a többieknél. 6,5-szer magasabb. Jobban meg tudsz birkózni a nehéz helyzetekkel, hogyha bízol benne, hogy az életednek van értelme. És hogyha egy kozmikus elmében élünk, ami értelem, akkor semmi sincs értelem nélkül, és akkor a te életednek is kell legyen értelme, és az minden életnek van egyetemes értelme, a testi, lelki, szellemi kiteljesedés, ugye az minden élet javára történő tevékenység, ami hozzájárul a természetes elkötelezettségek érvényesítéséhez. Ezeket a természetes elkötelezettségeket nem úgy kell fölfogni, hogy szeressük egymást, gyerekek, mert ez ilyen jámbor, vakúj világ, ne láss szem, is lehet. Hanem tudjátok, hogy kell felfogni? Úgy, mint az esküvőn, ugye amikor azt mondja, az esküvel mondja a házastárs a másiknak, hogy jóban, rosszban melletted állok, rosszban is, és gondoskodom róla, hogy minden erőmmel a boldogulásodat szolgáljam. Vagyis vállalásról van szó. Nap mint nap történő áldozathozatalról és vállalásról egy nagyszerű cél érdekében. Nem csak a házastársunk az, aki ezt megérdemelné, mert sajnos manapság már ezt se veszik figyelembe az emberek, hogy mire esküdtek meg, hanem igenis megérdemli ezt az egészségünk, az egyéni életutunk, a családunk, a hazánk, az emberiség, és minden élet, az egész élő világegyetem, hogy esküerővel áldozatot és vállalást tegyünk ennek érdekében. És nem elég az, hogy szeretjük, és akkor már rendben is van. Az életünk tetteket követel tőlünk. Elkötelezett tetteket, megfelelő természet adta elkötelezettség ügyében. Az élet értelmébe vetett bizalom a személyiség fejlettségének, önazonosságának, cselekvőképességének is a legjobb jellemzője. Tehát a személyiségünk akkor tud kiteljesedni, hogyha megszerezzük a bizalmat az élet értelmében. Az ember életnek van két egyetemes, az ember életnek van egy saját egyéni értelme, amit mindenkinek magának kell felfedeznie, hogy milyen foglalkozást választ, milyen párt választ magának, és így tovább. Itt nincsenek egyetemes szempontok. De mégis van az életnek egyetemes értelme. És mi az? Szent Györgyi Albert azt mondja, az emberi agy nem csak gondolkodásra való, hanem a legmagasabb szintű tudás örömére és élvezetére. Az emberi agy arra való, hogy gyönyörködjön a lehető legmagasabb szintű tudás örömében. Nem az adatfeldolgozásban merül ki a tudás, hanem abban, hogy olyan mély értelmi összefüggések járják át az életet és a világot, hogy az hátborzongató, felvillanyozó, és megtisztítja a tudatot az összes rossz nyavajától. Mert az élet, a világ, a természet tele van csodálatos, égatta összefüggésekkel, amik egyszerűen elmegyönyörködtetőek. És erre való az elme, a megismerés önmagáért vonzó, mert az világot ismerjük meg, és a világ gyönyörű, a világ tele van hatalmas, nagy, kozmikus jelentőséggel és csodákkal. Mondja Szent Györgyi Albertnek a szavai, próbáltam elmondani. Tehát minden ember életnek két alapvető természet adta értelme van, ami egyetemes értelme, függetlenül attól, hogy milyen párt és milyen foglalkozást választunk magunknak. És az az egyetemes értelme, ami minden élőlényre vonatkozik, minden emberre vonatkozik, az egyik az, hogy életünket, a döntéseinket a tőlünk telhető legnagyobb mértékben és a legnagyszerűbb módon mozgósítsuk, és minden élet javára fordítsuk. Ez minden emberre vonatkozik. Minden élet javára fordítsuk a lehető, azt a tudást, amit kötelesek és képesek vagyunk megszerezni. Annak a legjavát szerezzük meg, és igenis fordítsuk az élet javára, az emberiség javára, a család javára, a haza javára. Ez egy egyetemes élete az életünknek. Hogy lehetett ezt nem felfedezni eddig?
Aztán a második egyetemes értelme minden emberi életnek az, hogy az életünket a tőlünk telhető legnagyobb mértékben mozgósítsuk annak a tudásnak a megismerése érdekében, amely lehetővé teszi, hogy minél több ember az életét minden élet javára fordítsa. Tehát a más, az egyik minden élet segítése, a másik minden az emberiségnek, az életnek kedvező tudás megszerzése. A megismerés, a megismerés öröméért. Ez az embernek az a lényege, hogy tudást szerez, tudást szerezzen. Ez a természet adta hivatás. Attól vagyunk emberek, homo sapiensek, bölcs emberek, értelmes emberek, természet adta módon legalábbis, hogy képesek legyünk megszabadulni az agymosástól, és képesek legyünk a tudást, a tudásban rejlő kozmikus titkok gyönyörűért keresni, és megszerezni, és átadni a többi embernek. Ez minden emberre egyformán vonatkozik. Ez egy életnek egy egyetemes értelme. Aki ezt ebben cselekszik, az már megtalálta magát. És utána már csak meg fogja találni a megfelelő foglalkozást is, meg a megfelelő társat is az életéhez, ugye? Mert hogyha az egyetemes élet, akkor már pályán van, akkor már az önazonossága rendben van, már tud helyesen dönteni. Na most akkor mindezt vessük össze azokkal a halálközeli élményekkel, amiket inkább úgy jellemeznék, hogy a rácsok mögül szabadult elme felismerései. Mert nem csak halálközeli élményekben, hanem hogyha baleset ér valakit, mint annak idején engem is épp Pécs környékén, 20-valahány éves koromban, vagy pedig előfordult ez bármikor, valaki éppen ott ül az asztalnál, tevékenykedik, és egyszer csak csodálatos, rendkívüli, lenyűgöző és hihetetlen élmények kezdenek egyre nagyobb mértékben elemi erővel kibontakozni benne. Sok-sok ilyen eset van. És ezekről szeretném, ezeket én úgy nevezem, hogy a rácsoktól mentek, tehát ott vagyunk, rátettek bennünket egy pályára. És ott ebben a nyomorúságos pályán tengődik az életünk. És viszont vannak olyan kivételes alkalmak, amikor olyan hatás ér bennünket belülről vagy kívülről, aminek következtében letérünk erről a pályáról, és hirtelen belepillantunk arra, Úristen, milyen csodálatos az élet. Milyen életet is élhetnénk. Na most az ilyenekről szeretnénk beszámolni. Attól, amit a halálközeli élmény során átélt az az ember, aki beszámol, és ami ezáltal megadatott a számára, az ember egy sokkal magasabb rendű, időtlen érték tulajdonosává válik. Érdeklődésem az anyagi dolgok iránt, a tulajdon iránti sóvárgásom megszűnt, és felváltotta az ismeretek iránti éhség és a szenvedélyes vágyakozás egy jobb világ iránt. Értető? Az élet egyetemes értelme. Az egyik, hogy az ismeretek iránti éhség, tudásvágy, a másik pedig a világ jobbítása, a világ javára cselekedni, minden élet javára cselekedni. Itt van, halálközeli élmény kellett hozzá, de akkor legalább megtörtént. A másik, a szokásos én megszűnt létezni. Semmi sem maradt, csak egy puszta tudattömb. Úgy éreztem, hogy egy hatalmas erő eláraszt, anélkül, hogy akarnám. És mintha minden lappangó jó bennem, a jobbik felem, ami eddig csak lappangolt egész életem során, most egyszer csak ez a jó jelentkezett és elöntött. És mintha minden lappangó jó bennem előtörne egy áramlatban, hogy egy mozgó kört alkosson az egyetemes elvvel. Hol tartunk? Egyetemes elv. Attól, amit, igen, és feloldódott az énem a fényben, amely olyan volt, mint egy nagy, arany, mindent átható felhő. Ez volt a nagy egyesülés titokzatos pillanata. Egyesülés a titokzatos végtelennel, minden dologgal, minden emberrel. Ez volt a nagy megtisztulás. Olyan tisztává és teljesé mosódtam, mint egy tengeri kagyló a tenger hatalmas hullámai alatt. Minden személyes gondom eltűnt a láthatáról, énem lefolyt a hatalmas lénybe. Megdönthetetlenül tudtomra adatott a halhatatlanság, és felbugyogott előttem. Éreztem, hogy egy lerombolhatatlan örökkévalóság részévé váltam. Aztán egy másik. Egy tündöklő, fehér, sárga fényoszloppal találtam magam szemben. Most egy könnyű, arany, sejt testbe kerültem, és a legnagyobb melegség és szerelem
és gyengétség érzése a részemmé vált. Tudatom, lelkem volt az alap, a talapzat. Ahogy megpróbáltam felfelé nézni, nem pontosan ez történt, de ezekkel a szavakkal tudom legjobban megközelíteni, egy édes mosolyt láttam, és éreztem apám szeretetét akkor, amikor még kisgyermek voltam, és ő a karjaiban tartott, és szeretett engem. Éreztem, hogy ez a szeretet áthatja egész lényemet. Megrendítő érzés. Soha nem emlékeztem erre, és nem gondoltam apámra éveken át. Mégis, ugye ekkor ez hirtelen az emlék föltört, és megmutatkozott az igazi fényében. Egy pillanat alatt az egész életem csupasszá és nyitottá vált erre a csodálatos jelenlétre. Istenre! Éreztem magamban, hogy megbocsát azokért a dolgokért az életemben, amelyeket szégyeltem, mintha nem lenne nagy fontosságuk. Megkérdezett, de nem voltak szavak, közvetlen elmebeli közlés volt. És mit kérdezett? Mit tettél az emberiségért? Vagy azért, hogy előbbre vidd az emberi fajt? Értető? Megint az emberi. Ott van a természetes elkötelezettségek között. Merült fel bennem. Ezzel egyidejűleg az egész életem megjelent és feltárult előttem. Megértette velem, hogy mi számít, és amit én jelentéktelennek tartottam az életemben, az biztosította valójában az üdvözülésemet. Örök boldogságomat. És amit fontosnak tartottam, mondjuk az anyagiakat, az semmis volt. Stanislav Grof a következőt mondja, ez a pszichológus, aki Amerikában él, Prágában született. Az Isten tagadó, Grof Stanislav, az Isten tagadó gépies, anyagelvű világfelfogás mély elidegenedést tükröz saját lényünk legjavától. A lényünk az, a valami olyasmi, aminek az öntudat ott van a tetején, és hihetetlen mélységbe bocsátkozik le, egészen a világegyetem egészéig ér, és azzal azonos. De ezt nem látja ez a beszűkült agyú lény, pedig mi azzal vagyunk nagyra, hogy nekünk nem beszűkült a tudatunk. Ami az önpusztító életre vezet, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Ezzel szemben a kozmikus egység élménye gyógyító, felszabadító hatású, az életerőt megsokszorozza, az életminőséget ugrásszerűen megjavítja. Kozmikus énünk felismerése a személyiséget kiteljesíti, újra éppé teszi. A halhatatlanság, a kozmikus én, a mi személyes énünknek az egyik, hogy mondjam, tőlünk elszakítatatlan egysége. Ugye a kozmikus én, a világegyetem, az a természetes elkötelezettség, ami összeköt bennünket a világegyetemmel, az élő mindenséggel. Ez az egyetemes élethez való ragaszkodásnak ez a végső valóság alapja. Mik az életcélok? Érdemes felvenni a sejtjeinkkel a kapcsolatot, örökbe fogadni őket érzelmileg, mert ezzel jól járunk, 19-szer hatékonyabb, természetesebb, igazság felé mutatóbb lesz a gondolkodásunk. Érdemes felvenni a kozmikus elmével a kapcsolatot, mert az életünk értelmének az érzése, az a bizalom az életünk értelmében megerősödik, ennek révén a nehéz helyzetekkel sokkal hatékonyabban tudunk megbirkózni. A természetes elkötelezettségek meghatványozzák a képességeinket, hogyha szokásszerűvé válnak, és épp, de ez a mai világban nem megy csak úgy, hogyha tudatosan törekszünk arra, hogy ezeket nap mint nap életbe léptessük. Szervezetünk melletti élet esetén semmi sem győzheti le az életünket. A mindenség él, és a mindenség élete az, ami utat mutat az életünk igazi távlatai felé. A közösségi élet távlatai mutatják az életünk igazi erőforrásait. Alapvetően kozmikus lények vagyunk, az értelmünk, a lelkünk a mindenséggel összeforrott. Mindennapos gyakorlat, amit mindenki megtehet, minden reggel, minden este, lefekvés előtt, elalvás előtt, fölébredés után kihirdetjük a szervezetünkben azt a két szót, hogy életemet fölemelem. Hogy mellé állok a sejtjeim mellé állok az életem mellé állok a családom mellé, vállalom a hazámat, vállalom a sorsomat, vállalom az emberiséget, vállalom az életet, vállalom a világot. És annak a javára akarok cselekedni a mai szent napon.
A Bauer erről beszéltem, ugye, hogy minden pillanatban minden energiánkat mozgósítjuk ennek az élet céljának az érdekében. Az Élő Világegyetem könyve, amiben összefoglalom ezeket a gondolatokat, most itt kedvezményesen hozzáférhető. És elhoztam még egy pár másik könyvet, történelmünk ismerete szintén alapvetően fontos a magyarság tudatunkhoz is. És édesapámnak ez az életének az egyik főműve, egy hatalmas nagy munka, ami nemrég jelent meg, és itt 1000 forintos kedvezménye kapható. Aztán elhoztam az Attila és a Hunok című könyvet, amiből kiderül, hogy a régészeti tények, a tudás megismerés, a tudás fejlődése, olyan új tények merültek föl a föld alól, hogy úgy mondjam, amit a régészek bányásznak ki, amik rakétaszerűen világítják meg a múltnak azt az oldalát, ami a magyarság sorsát teljesen új fényben mutatja meg. És az independent angol napilapok tele voltak olyan cikkekkel, hogy Közép-Európából indult az emberiség első civilizációja, itt volt az ősi Európa magas műveltsége, amelyik megelőzte a sumér-mezopotámiai civilizációt, és így tovább. És ebben a könyvben helyreállítom a hunok-magyarok ősi világképét, hogy megfejtsem Attila tetteinek a mozgatórugóit, hogy mit miért cselekedett. Molnár Géza az előző előadáson elmondta, hogy mennyire fontos az, hogy a történelmet nem érthetjük meg másként, külsődlegesen, hogy a mi szempontjainkat vetítjük bele az ő tetteikbe, mert így félreértelmezzük. Attila nem azért cselekedett, hogy raboljon, gyilkoljon, tulajdon szerezzen, és a bankszámláját gyarapítsa, ugye, mint ahogy azt ma a mai Móriczka elképzeli, ugye, a nyugati világ valami, csak erre a strófra jár az agya. Nem, az egy másik világ felfelé, egy másik világ, egy másik műveltség, egy magas műveltség, ahol volt más érték is, nem csak a rablás, gyilkolás, pénz, hanem más is. És ezt a mást, ezt meg kell érteni ahhoz, hogy értelmezni tudjuk Attilának a tetteit. És föltárulnak az a műveltség, amelyik 7000 évvel ezelőtt már akkor őshonos volt itt a Kárpát-medencében, és fokozatosan kiderül, hogy miféle kapcsolata van a szkítákkal, a hunokkal, a magyarokkal, és hogyan alkotnak a szkíták, a hunok és a magyarok egyetlen egy folytonos, azonos népet. Arad Éva egyébként a kiváló indológus azt írta az ismertetőjében, hogy 5-ször olvasta újra és újra ezt a könyvet. És ez is itt kedvezményesen hozzáférhető. Aztán elhoztam a Királyi Mágusok ősnépe a magyar könyvet, ami az első emberiségről 10 millió évvel ezelőtt hogyan zajlott le az emberré válás. És a mágusok, akik ennek az emberré válásnak a titkát hordozzák magukban, a minden tudás titkát, a beavattatást, amitől az emberi öntudat fénye kigyulladt, hogyan váltak a mágusok a történelem főszereplőivé? Név szerint elénk lépnek azok a mágusok, akik nem azért cselekednek, hogy raboljanak, gyilkoljanak, hanem azért, hogy az emberiséget fölemeljék. Név szerint a ruhájukat, a nevüket, hogy hol születtek, mit tettek, megismerjük. Amit eddig mind tűzön, vizen keresztül sikeresen sikerült elleplezni az elmúlt évezredekben, most hirtelen napfényre kerülnek. És ez itt 1000 forintért kapható. Az aranykincsek hulltak a Hargitára tartalmazza a magyar őskrónikának, a tárihi üngrisznek a hiteles értelmezését. Árpád kora előtt íródott ez a magyar ősgeszta, hihetetlen jelentősége van. Betiltották 120 évig az akadémia polcain porosodott, és édesapám harcolta ki, hogy megjelenjen a tárihi üngrisz, de végül hamisítva jelent meg, mert csak így jelenhetett meg egy ilyen hamis hazugságra épülő korban, és édesapám 1979-ben írta meg azt az elemzést, amit az Aranykincsek hultak Haritára című könyvben megjelenik, és ezt kiegészítette a szkíta eredetmondának egy olyan elemzése, amiből kiderül, hogy a szkíták a magyarságnak az eredetmondája, magyarságot képviselték, a magyarságról van szó, amit a görögök neveztek szkítának. És ezt a könyvet annak idején 40 ezer példányban jelentették meg, amikor 1990-ben, mert édesapám betiltott szerző volt, és amikor 1990-ben megjelent 40 ezer példányban, csak egy pár napig lehetett kapni, mert egy bizonyos személy felvásárolta
azt a 39.900 példányt, ugye, ami akkor még kapható volt, és több mint 15 éven keresztül nem lehetett kapni belőle egy darabot sem, és utána az egyik barátja édesapámnak, most tudtam meg nemrég, hogy Gondos Béla, aki könyvkereskedéssel is foglalkozik, ő volt az, aki értesült róla bizalmas információból, hogy egy bizonyos pincében ott található több ezer darab ebből a könyvből, és jutányos áron, titokban beszerezhető. És így be is szereztük, és ennek köszönhetően most még van egy pár példány ebből a könyvből, az aranykincsek hultak a hargitára, hogy kiszabadult a fogságból, ez a betiltott és fölvásárolt könyv, és van egy másik, ez is itt 1000 forintért hozzáférhető, a Királygyilkosságok című könyv. Ez egy legendás könyv, ami minden történelmi ítélet, előítélet, stb. Szempont nélkül elkezd vizsgálni olyan számokat, hogy a magyar, az Árpád-házi királyok királyai, az uralkodó képes évei, azok milyen, hány évre rúgtak, tehát hogy miről van szó. Egy 3 éves király nem teljes jogú király. Hogyha egy Árpád-házi király 3 éves korától 4 éves koráig uralkodik, akkor 1 évet uralkodott, hozzátett valamit, ugye, de nem volt teljes értékű döntésekre képes. Tehát az nem olyan súlyjal esik latba, mint amikor egy Habsburg uralkodó 30 éves korában jut trónra, és nem 31 éves koráig uralkodik, hanem 70 éves koráig. Ugye? És ezeket összehasonlította, és kiderül, hogy az Árpád-házi uralkodókra jutó, már a teljes értékű uralkodói évek száma egy Árpád-házi uralkodóra vonatkozóan 28-ad része az egy Habsburg uralkodóra jutónak. Ez lehet véletlen? Hogy 28-szor tovább uralkodott egy átlagos Habsburg uralkodó, teljes uralkodó éveket számítva teljes jogú, mint egy Árpád-házi. Ennek biológiai alapja nincs, tehát csak történelmi alapja lehet. Érthető, hogy a matematika alapon leplezi le a történelemnek a fonákját, amit el akartak titkolni, és hazudják össze-vissza, hogy abban a reményben, hogy a hazugságból soha nem lehet kiszabadulni, mindig rá lehet fogni arra valakire, hogy hazudik, meg elfogult, meg... És itt van, erre nem lehet ráfogni, érthető, ez egy zseniális húzás. Ez is itt 1000 forinttal olcsóban kapható. És aztán ott van egy olyan könyvből is hoztam egy példányt, amiben egy verses könyv, amiből érdemes minden este egy verset elolvasni a családban, vagy a gyerekeknek, mi is ezt tesszük, mert a családhoz való érzelmi elkötelezettség csodálatos módon fejeződik ki benne. Ilyen versek vannak benne, mint például az Apám szíve dobog bennem. És amikor elkezdte olvasni a feleségem a Grand Pierre családnak a hagyatékát, akkor szólt, hogy tehát itt olyan versek vannak benne, szintén ugyanúgy a családhoz kötődő versek, mint amiket te írsz. És akkor így kezdett el tudatosodni bennem, hogy jé, tényleg, hogy a nagyapámnak a nagyapja is olyan verseket írt, amiben szintén ugyanez a fajta érzelmi, a család melletti, ami szintén természetes elkötelezettség. Úgyhogy a természet és a család melletti elkötelezettség a fő jellemzője ennek a verses könyvnek, és tényleg gyújtó érzések, felszabadító érzéseket tartalmaz. És ez jelent meg nemrég, ez is jutányos áron kapható. Hoztam a Vágtázó Csodaszarvasból is zenekartól zenéket. Ezek az ősi lovas népeknek, a magyarságnak a 3000 évvel ezelőtti ősi, őserejű népzenéjét eleveníti fel. Azt írták róla a Magyar Nemzetben, hogy nincs olyan zenekar, amelyik hatékonyabban tudná az egész világot meggyőzni a magyarság nemzeti múltjának máig ható őserejéről, mint a Vágtázó Csodaszarvas zenéje. Úgyhogy aztán most jelent meg nemrég az Ördög Apostolai című könyv, ami Zinyi Miklós ifjúságát mutatja be, és hát itt is egy olyan csodálatos könyvről van szó, amiről egyrészt azt írták, hogy a 3 legzseniálisabb magyar történelmi regény egyike. Ennek ott a helye, ahol az egri csillagokat olvassák, ott van a helye mellette. De nem csak erről van szó, hanem arról, hogy nem csak egy szép, vonzó regényről van szó, ami megszeretteti a történelmet, hanem arról van szó, hogy Zrínyi 18 éves korában hazajön Olaszországból, mert addig gyámság alatt élt, mert az apja elesett 27 éves korában a Csatatéren. Ezért Zrínyi 10-valány éves korában apátlan, anyátlan árvává vált. Ezért gyámság alá helyezték azok a gyámok, akik az Zrínyieknek köszönhetik a birtokaikat és az állásukat.
és Olaszországba küldték tanulni. 18 éves korában azonban ugye felnőttnek számított, jött haza Olaszországból, hogy átvegye az Zrínyi birtokot. Csak hogy ezek a gyámok ellopták a birtoknak egy jelentős részét, kirabolták a kincstárat, akiknek Zrínyi volt a jótevője. Az egész országban áldatlan állapotok uralkodnak, mohó, rövidlátó főurak, az idegen érdekeket kiszolgáló főnemesség, és ebben az országban állj helyt, és próbáld visszaszerezni 18 éves létedre a rafinált bűnözőkkel próbáld meg visszaszerezni a jussodat. Ugye? És ezzel indul a könyv. És Zrínyi utána találkozik az ördög apostolaival, azokkal a haramiáknak nevezett valakikkel, akik igazából azok a végvári vitézek, akiket a németek, osztrákok nem fizetnek meg, hogy ne védjék a magyarságot. Emiatt sokszor az éhhalál határán kénytelenek beszerezni erőszakkal az éhhaláltól megmentő falatot, ami miatt haramiáknak nevezik, és az ördögapostolinak nevezik ezeket a hajdúkat. És az Zrínyinek most formálódó csapata lecsap egy ilyen haramia csapatra, és már kirántják a kardjukat, a két csapat egymásnak, ugye 150 marcona hajdú az ördög apostolai, akik a haláltól sem ijednek meg, és akkor a Zrínyiek elkiáltják magukat, amikor indulnak, hogy rárontsanak, Zrínyi, Zrínyi, és akkor a hajduk azt mondják, bocsánat, mit hallottunk, Zrínyi? Zrínyi ellen nem emelünk fegyvert, mert Zrínyi, ő egy magyar ember. És akkor a csata elmarad, és akkor Zrínyi rájön arra, hogy meg tudja nyerni őket az ügynek, és akkor először megnyeri őket, letelepíti, kapnak egy falut, mert annyi falut fölégettek, hogy tud nekik adni, és így lassan megnyeri a hajdukat. Aztán lassan elmegy, végigjárja a főúrakat, és lassanként egyre több és több főúrat próbál maga mellé állítani, mozgatja a szálakat, cselekszik, és az egész ország elkezd titokzatos módon átalakulni, és a magyarságnak a mozgástere hihetetlen mértékben megnő, Zrínyi pedig történelmi jelentőségű kulcsfigurává változik. Értető? Ez a 18 éves suhanc megfelel a kihívásnak. Na szóval erről, és ugyanez van ma, ugyanilyen helyzetben vagyunk mindannyian. Tehát tanulhatunk ebből a könyvből. És mi történik Zrínyivel? Meggyilkolják, amikor kulcs, tényleg történelmi jelentőségű szereplővé válik, meggyilkolják, de ezt a gyilkosságot eltusolják, és nincsen senki, aki ezt a gyilkosságot igazából felfedezte volna, kivéve édesapámat, aki be tudta bizonyítani, mégpedig a korabeli bizonyítékok alapján, korabeli dokumentumok alapján, a fő-fő leghitelesebbnek tartott dokumentumok alapján, hogy Zrínyit meggyilkolták, elképesztő bizonyításnak, olyan vaslogikával, hogy Badényi József Ferenc például azt mondta, hogy el kell ismerni Grantiárka Endrét korunk legkiválóbb történelmi oknyomozójának. Elképesztő az a fegyvertény, amit végrehajtott, a logikájának az éle, az a vaslogika, az hihetetlen. És itt van ez a könyv, emiatt betiltották, mert 1970-ben jelent meg, és ezután került fekete listára édesapám, úgyhogy voltak olyan évtizedek, amikor édesapám is betiltott volt, a VHK is betiltott volt, úgyhogy ez volt a normális és várható, ugye, hogy ez történik, hogyha valaki a jó ügy mellett áll. Tehát lesz egy csodaszarvas, 10 éves lesz most ebben az évben.